és uraim! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsen a Pécsi Tudományegyetem szenátusát, a város és a megye képviselőit, a Magyar Rektori Konferencia itt megjelent elnökét, Sámolné Kriszt Évát, a kifejezetten elegáns külső és belső megjelenésével méltán szolgálja azt a célt, melyet megálmodói neki szántak. Sajnos a Science Building kivitelezési ügyei még nincsenek simen. Bízunk benne, hogy azzal kapcsolatban is sikerül eredményre jutnunk, és az pedig a tudomány az egyetem jövőjét fogja jelenteni. Ezekkel a gondolatokkal a 2010-11-es tanévet megnyitom, és köszönöm, hogy meghallgattak. Egy évvel ezelőtt ezen a területen egy alig kihasznált fotballpálya volt. Azóta beépítettünk több mint 5 milliárd forint értéket, és ma avatjuk az úgynevezett tudásközpontot. Ennek a tudásközpontnak, ennek a több mint 5 milliárdnak, majdnem 5,5 milliárdnak a forrásainak nagy része, 84%-a Európai Uniós kormányzati forrása, kulturális fővárosok a lehetőségek adtak nekünk, lehetőséget arra, hogy ezt a beruházást megvalósítsuk, és persze a város bölcs döntése, hisz ezt egy olyan projektet minősítette, amivel a kulturális főváros évében újra akarta fogalmazni a várost. Az összes többi forrást. Tisztelettel felkérem Páva Zsoltot, Pécs megyéjogú város polgármesterét, ismertesse a Tudásközpont jelentőségét a város szemszögéből.